Tűzoltóautók állnak a turisztikai központban, nem tűzhöz riasztották őket, közösségi napra érkeztek. Évek óta hagyomány, hogy a katasztrófavédelem és a rendőrség megünnepli védőszentjük, Szent György és Szent Flórián napját. Idén először mindezt együtt tették a rendvédelmi szervek. Munkájukat megnyitójában dr. Kállai Mária megyei kormány megbízott is méltatta. Az a munka, amit a térség biztonságáért, a megye biztonságáért végeznek, mindenki számára elismerést parancsol. Gratulálok ahhoz a teljesítményhez, hisz a rendőrség és a katasztrófavédelem egyaránt kiváló munkát végez a megyében. Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak, idén Dávid Mónika rendőrőrnagy kapta a megyei rendészeti és közbiztonsági díjat, aki sokat tett azért, hogy a megye közlekedés biztonsága javult az elmúlt években. A biztonságos megyéért díjat pedig a megyei polgárőr egyesület elnöke Kolozsi József vehette át. Ezek után Szalai Ferenc polgármester több rendőr munkáját is ajándékkal köszönte meg, de más települések vezetői is díjazták a rendőreinek éves teljesítményét. Közlekedési balesethez riasztották a szolnoki tűzoltókat, a szimulált helyzet szerint az autó a karambol után kigyulladt. A lánglovagok a helyszínre érkezés után egyből nekikezdtek az oltásnak, mindez persze csak bemutató volt. Gyorsan tegyük hozzá, ez a tűzoltók számára rutin feladat. A rendőrök fegyverbemutatót tartottak, megmutatták, hogy működnek a különböző típusok. Az ügyesebbek és a vállalkozó kedvűek kézbe is vehették a fegyvereket, sőt ki is próbálhatták. Persze a tárban nem volt töltény. Ahhoz is kellett vállalkozó kedv, meg bátorság is, hogy valaki besétáljon a tűzoltók emelőkocsarába, és több méteres magasságból szemlélje a tájat. Mindezek mellett az érdeklődők a helyszínelők munkájával is megismerkedhettek.